kapcsol a félsebességre. A kopott kék kocsiban ragad a műbürülés. Zombikkal utazom. Elrontott életű szürke lényekkel, akik ezen a bolygón töltik számüzetésüket. Minden érdekel, ami más, mint a hétköznapi. Ami más, mint a panel a külvárosban, ami más, mint az emberek a belvárosban, ami más, mint amit látok magam körül. 14 éves vagyok, tipikus dokkereső állapot, amikor az ember még nem használ semmit, de már öntudatlanul is valamiféle kielégülési forrást keres, amit máshol mástól nem kap meg. Külső valóság alig látszik. Jó reggelt! Hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól. Hát te? Én semmit sem tudok. Tudod, én szamával vagyok kitömve, és egy cseppre sem sincs. Mit gondolsz? Ha veled tartok a Smaragdvárosba, ez tudna nekem adni egy kis eszet? 21 éves lehet. Egy lakásban vagyok valahol a fürdőszobában. Toltuk. Én éppen okádok. Ez a 4., 5. vagy 27. alkalom, és néha még mindig okádok utána. Tűhegy pupillák és napszemüveg éjjel-nappal. De annyira jó. Olyan érzés volt, mintha lebegnék a föld felett. És valami forróságot tök el belülről, és mintha így a vénem is felhevült volna. Az kívülről betudtam olyan, hogy puha velem dolog meg volna körül. De én hoztam az egészet, nagyon bemutató volt az egész, de csak én érkezni akartam az egészet. Deja vu. Folyamat. Deja vu. Mi van, ne? Ki tudja, eddig ülhettem volna, itt már nem jöttök erre. Semmi kétség! Megbentettétek az életemet! De mi szél hozott erre benneteket, barátocskáim? Maragvárosba tartunk, hanem, hogy... Szíjjelj! Te karibánba töltöttük az éjszakát, bocs! Semmi baj! 13 éves voltam, amikor először berúgtam. De aztán jött a fű egy év után, a gombák, nitrohigító. De az első igazi szerelem az LSD volt. Egy karos székben ülök és elfutja a szememet a könny. A lizergsav dietil amid. A tökéletes illúzió. Thank you.
hogy halicinogénszereket használ. Nagy tapsot és bátorságot neki! Újra! A tizedik emeleti lakásunk erkélyén voltam a anyámmal, a barátommal és pár tudós haverommal, ahogy volt, hogy a szemközti házak elkezdik szépen eltűnni. Eljátszottam a Maniac Deep Rush-t és több más nótát. Az LSD-nek van egy olyan beceneve, hogy Spuri, igaz? Panelház, hatodik emeleti fogatóját áll a magam kitelt ablakán, fúj a szél, ordítok, sírok és röhögök egyszer, és akkor egy ottani lakos húzott vissza. Nagyon ciki volt. Akkor meg is kérdezném, hogy mikor drogoznak az emberek? Feszült vagyok. Várj, egyedül vagyok, rengeteg a munka, a szabad idő, összekobozódik a fűhalban. Nincs kapura közében, kölcsön a víz szalás közben, le kell kérni a füvet, hajszál sírt a panírba, rámegyünk a kóla, ettől feszült vagyok, vagy feszült vagyok, vagy fáradt vagyok. Feszült vagyok és fáradt vagyok, mindig lesz. Légy jobb, kimaradni belőle. Nem tudtam szerezni. Farkát, bazd meg. Akkor miért nem mentél te? Te haver otthonsz? Hát ahhoz képest, hogy a haveromnak több mint egy éve tőle szoktam venni, jó szarban hagyott. Mi van? Fel se vette a telefont, a lakás a sötét be van zárva. Döröngöltem, hallottam, hogy benn volt. Biztos rendőröktől fél, vagy nem tudom. Mi tartott ideig? Hoztam füvet. Mi a fasz csináljuk vele? Jobb, mint a semmi, nem? Thank you.
Kívánj valamit. Megpróbálok meg egy kis adagot. Mi van? Ezt komolyan mondod? Dehogy is. Vicceltem. Te bennel meg? És már kipróbáltuk, hogy abba tudjuk övetni. Mi az elesdés? Hú, az együtt, övetünk, övetünk. Igazán szégyellek én valamit, hogy szélhámos tudok. Szerintem még nagyon rossz ember vagyok. Ú, Istenem, de hogy is? Én egy fantasztikusan csodálatos ember vagyok. Csak hátnak el láttam. Csaknivaló egy forrás. De hát átverted minket. Nem! Tehát akkor a semmiért csináltuk az egészet. Félreértitek a helyzetet. Akkor sosem veszek bátor. Se nekem nem lesz szívem. Se én okos. De! Egy pillanat! Rodatja, valami lehet, hogy itt vagyunk. Hogy mi ez? Növényvédő varázslat! Most már vág a fejed, mint a beled van! A fejem? Hopp, akasd két négy! Nem vagyok szerelmes. Emberben sosem voltam. Nincsenek barátai. Azt sem tudom, hogy mi az. Ez sem barátság, inkább olyan, mint a bajtársiaság a frontvonalon. Az életünkkel játszunk. Kívülről viccesnek tűnik, játékosnak, idélnek. De kőkemény a buli. Te tudod a legjobban. Kijövök éjszaka, és a nőkre gondolok. Nő. El sem tudom képzelni, milyen lehet ölelni egyet tisztán, manipuláció nélkül. Belecsukkolni a nyakába.